Simicska állítólag még leéjjeli őrözte, a köznyelv inkább bizalmi vagyonkezelőként tekint rá, egyfajta strómanként. Hogy lennék én Orbán itt a strómanja? Ez vicces egy kicsit. Mint hogy az is vicces egy kicsit, hogy ő jelenleg a 7,5 milliárd lakosú földbolygó 2035. leggazdagabb embere. Jó, persze, tudjuk. Hát lehet, hogy okosabb vagyok, nem gondolja? Azt hiszed, mindent tudsz Mészáros Lőrincről, még annál is többet, amit valaha is szerettél volna? Azok a képek, amik ugye az ön jaktos érkezéséről szóltak, azok azért nem egy átlagember hétvégéjét mutatták be. Nézze, de nem is vagyok egy átlagember. Na igen, ez az, amit valószínűleg mindannyian tudtok már unásig, de mi azért palléroznánk még egy kicsit az ismereteiteket. Mészáros Lőrincről szóló stróman elemző szaktanfolyamunk első része fog következni, de mielőtt belevágnánk, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben áll, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdünk! Mészáros Lőrincet bemutató adásunk első részében arra a kérdésre keressük a választ, ami a legtöbbünkben először felmerül a nemzet gázszerelőjével kapcsolatban, hogy hogy a ménkübe gazdagodott meg? Én előtte is gazdag voltam. Uram, én előtte is gazdag voltam. Jó, tudjuk, de mégis, hát mi bű? A Nemzetközi Forbes magazin self-made kategóriába tette hősünket, amikor 1,6 milliárd dollárra becsülte a vagyonát a 2021-es listáján. Self-made, azaz olyan vagyonos ember, aki saját tevékenységének köszönheti a javait, és nem külső körülményeknek. Ennél még maga Mészáros is őszintében fogalmazott 2014-ben emlékezetes interjújában. Azt mondta a Heti Válasznak adott interjú, hogy a jó Isten szerencsé, és Orbán Viktor segítette önt. Kifejteni ezt, hogy hogyan járult hozzá Orbán Viktor az ön vagyonosodásához? Sehogy oda. De akkor miért mondta ezt? Hát, mit miért mondtam? De azt mondta, amikor arra a kérdésre, hogy miért köszönhet az ön vagyonosodásra, azt mondta a jó Istennek, a szerencsének és Orbán Viktornak. A magyar self-made-ben receptúra tehát... Jó Isten szerencse, Orbán Viktor. A sorrendet minden esetre vitatnánk. Az, hogy ön a politikával ilyen szoros kapcsolatban van, az nem jár hozzá az ön vagyonosodásához, ahogy az azért annyira szoros kapcsolatban nem vagyok közvetlenül a politikával. Azért a miniszterelnök úr a barátom, az nem azt jelenti, hogy a politikával is szoros kapcsolatban állok. De hogy indult a kettejük története? Én és Mészáros nem szoros kapcsolata a politikával. 2004-et írunk, Orbán nehéz időket él, 2 éve, hogy várakozásai ellenére kikapott az országgyűlési választásokon, sértett, agresszívan próbál árnyék államot építeni a polgári körök bázisán. Orbán Viktor a közeljövő feladatának azt nevezte, hogy a következő 3 hónapban kis csoportokat, polgári köröket kell létrehozni, hogy mindenütt meg lehessen védeni a polgári értékeket. Orbán maga is a szűke pátriája felé fordult, a szíve visszahúzta a szülőföldjére. Felesége már egy ideje vásárolgatta a hektárokat Felcsút környékén, takaros parasztház is került, közvetlenül a Felcsút esett csinosan felújított sportpálya mellett. A Makovec gigásznak ekkor még nyoma sincs, legfeljebb Orbán képzeletében. A sportegyletet Molnár Csaba felcsúti vállalkozó a falu önkormányzati képviselő testületének tagja vezette. A képviselők, ahogy a polgármester Varga György is, valamennyien függetlenek voltak. A később sokat emlegetett Mészáros név nem szerepelt közöttük. Ekkor történt, hogy Töröcske István is bevásárolt a szép dunántúli faluban. Őt ekkor jobboldali pénzemberként tartották számon, utóbb az államadóság kezelő központ első ember lett. A nagy oligarha csere nyomán azonban ejtették Orbánék. Jelenleg az ügyészség azzal vádolja, hogy bűn szervezet fejeként bedöntötte a Széchenyi Bankot. Megbilincselve rendőrök gyűrűjében vezették ki a bíróságról Töröcskei István egykori bankvezért, a Széchenyi Bank volt tulajdonosát. Az ügyben 5 éve folyik eljárás, kedden összehangolt rendőrségi akcióban csaptak le a bank egykori vezetőire. A nyomozók egyszerre 20 helyszínen jelentek meg, közte a mögöttem látható budai társasházban is. Adatokat és bizonyítékokat foglaltak le,
19 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 9-et őrizetbe is vettek. Töröcskei István mellett feleségét, illetve egy harmadik embert is letartóztattak. De ne szaladjunk előre az időben, Töröcskei ekkor még azt tette, amivel voltak éppen a rendszerváltás óta különféle pozikban mindig is foglalatoskodott, pénzzel tömte a jobbos politikai erőket. Ehhez a Simicskás Networkbe is illeszkedő cégháló is a rendelkezésére állt. Az egyik ilyen projekt cég vásárolta meg a valahai fővárosi ruhaipari vállalat eszközeit működtető, osztrák tulajdonú Luva Kft. Felcsúti üzemépületét, ami voltak éppen egy lepukkantságában is csodaszép kúria volt, egy 8,500 négyzetméteres park közepén. Az ingatlan közvetlen szomszédságban volt a sportpályával. A Felcsút ese ekkoriban még csak arról volt híres, hogy itt rúgta a bőrt, támadóként Orbán Viktor. Nem lesz a kezdőcsapatban? Hát nem tudjuk, hát edző titkolódzott. Akkor még taktika sincs? Semmi sincs. Azt mondták, hogy fussunk sokat. 11-esek? Semmit nem tudunk, semmit sem tudunk. Teljes ugrás a sötétben. A vásárlás Töröcskeinek is sötétbe való ugrás volt. A vásárló cég 2004 áprilisában pár héttel azelőtt jött létre, hogy Orbán létrehozta volna Felcsúti utánpótlás nevelésért néven az alapítványt, ami a Puskás Akadémia elődje volt. Nem csak a falusiak. De maga a vevő sem sejtette, hogy a ruhaipari cég üzemépületének megvásárlása mekkora megalomán beruházás kezdete lesz. Olyasmi, ami nem csak a lopás épített szimbólumává válik, de hosszú időre közröhely tárgyává teszi az egész országot. Nem a falunak volt rá szüksége, és nem az NB1-es csapatnak, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hanem a magyar utánpótlás sportnak. Ezt már Szőlősi György, a Puskás Akadémia kommunikációs igazgatója siet leszögezni, miközben próbálja a fél magyar sajtót végignavigálni az avatás előtti stadion bemutatón. Igaza lehet, hiszen a falucska lakói kétszer, a csapat szurkolói pedig legalább 7-szer beleférnének az új, mindenkivel együtt, nagyjából 3900 nézőt befogadó arénába. Miattuk tehát kár lett volna ennyi pénzért stadiont húzni Felcsút fölé. A következményekből egyértelmű, hogy Töröcskei 2004-ben nem saját kútfőből vásárolt, és ma már környezetében akadnak, akik ezt el is ismerik. Töröcskeinek, így mondták nekünk, Simicska szólt, hogy a kúriát meg kellene venni. Kinek adjam oda a kulcsot? Kérdezte állítólag Lajos a bankár. Mire a válasz? Az éjjeli őrnek. Ki ő? Barát, ennyi volt a válasz. A kifogástalan úriember ekkor hallott először történetünk főhőséről, Mészáros Lőrincről. Pontosan így esett vagy sem, az anekdóta számos tanulsággal szolgál. A legfontosabb, hogy Mészáros feltőkésítését, azt is Simicskának köszönhetjük, amit persze ő maga sem tagad. Lajos sokat segített nekem egy időbe, tehát azért ő is hozzájárult az én sikereimhez a kezdetén. És a történet azt is jól mutatja, hogy mennyire bonyolult volt a Stróman lánc már a sikerei kezdetén is. Lajos kiadja Isinek, Isi megveszi és odaadja annak, akinek mondják, hát ebben az esetben az éjjeli őrnek. Mészáros valóban nem volt közismert ekkoriban, csak hónapokkal később kezd el írni a média Orbán foci alapítványáról, aminek az első perctől fogva ő az elnöke. Mészáros évekig repült a radar alatt. A Szüret, az Orbán vagyonk állhatatos feltárója Ferenczi Krisztina 2006-ban megjelent első könyve, míg a néhány környékbeli kiskirály egyikeként emlékezik meg róla. Időközben eltelt 17 év, és ma már egy lépés sem lehet tenni a faluban, de a környékén sem, hogy ne Mészároséknál csengene a kassa. Az ő cége üzemelteti az Alcsúti Arborétumot, a Válvidék fő attrakcióját. Ő működteti a szomszédban a kalandparkot, Alcsúdobozon egy pizzériát és egy bowlingpályát, az ország egyik legnagyobb golfklubját, szálláshelyekkel, a kávézót a hírhet kisvasút Felcsúti állomásán, Óbarokon pedig egy fogadót és akkor a termőföldbirtokokat, nem említettük sem a Puskás Ferenc sporthotelt, amely az Alcsúdoboz kastélykertben található és a foci akadémia tulajdona, de jelenleg is Mészáros válófélben lévő felesége vezeti. Ma már nincs nap, hogy ne szerepelne a médiában. Nyert, vett, eladott, válik, nősül, vagy egyszerűen csak gazdag emberkedik. Az Adriától Dubajon át a Maldív szigetekig fényűző módon. Azt gondolom a fényűzés, nehéz megmondani, hogy pontosan mi az, hogy fényűzés. Hogy ma mire van Mészárosnak lehetősége, az mindenki előtt világos, de kevesebbet, szinte semmit sem tudni a régmúltról. Honnan indult? Miért pont őt tartotta érdemesnek a felpumpálásra, a
Jóisten, a szerencse és Orbán Viktor személye. Mészáros nem tőzsgyökeres dunántúli, az Alföldön Karcagon született, amire büszke is. Kisgyerek volt, amikor a család letelepedett a Várvölgyben. Szegénységben éltek, a családfő lakatos, felesége háztartásbeli volt, de elmondása szerint gyerekkorában teheneket is tartottak. Talán innen a vonzalom a későbbi felcsúti marhatelep iránt. De azt azért tudnia kell, hogy én ilyen 7-8 éves koromban, mert nekünk volt csak tehenünk felcsúton. Ez mondjuk nem most volt, azért meg kell jegyeznem. Nem most voltam 30 éve, vagy 40, igaz, bocsánat, inkább 40 éve. És itt nem volt jellemző, itt nem nagyon, volt állattartás felcsúton, de nagy állattartás, a sertés volt, de marha nem nagyon. Ugye mi alföldi származású a családom karcagia. De hát ugye a munka elhozta ide a családomat. És ugye csak nekünk volt szarvasmarhánk, és a higgyel azzal telt az egész nyarunk nekem, gyereknek, és úgy, hogy a saját teheneinkre kellett vigyázni, ugye a 70-es évek nagyon-nagyon elején. Őrizni. Ha családja politikai hátterét nézzük, eltér az Orbán família és Mészárosék szocializációja. Ebben inkább Simicskára hasonlít, szülei jobbosok voltak a létező szocializmusban is. Apjuk még az úttörő avatás sem engedélyezte a gyerekeinek. Ez azon ritka alkalmakor mesélte róla Mészáros, amikor egyáltalán szóba hozta apját, aki valamiért a felcsútiakban sem hagyott mély nyomot. Nem találkoztunk olyan falubelivel, aki emlékezne a családfőre. A családban három fiúgyerek született, Lőrinc egyik testvére szerény falusi életet él, rajong a lovakért, korábban híres bátyja lovait is gondozta. Másikuk, Mészáros János, oligarha fivére far vizén, később aféle vidéki, neres vállalkozó karriert futott be. Értsd! Közbeszerzés plusz trafik mutyi kombó. Az előző plázától néhány kilométerre ugyanis egy másik pláza bejáratánál is találtunk nyitva lévő trafikot. A tulajdonos Mészáros János, a felcsúti polgármester Mészáros Lőrinc testvére. Az ő alkalmazottjánál is érdeklődtem. Más a helyrajzi száma ennek a cuccnak. Igen? De az számít? Hát csak ez számít igazából. A helyrajzi szám? És akkor ezzel ki lehet sakkozni ezt az egész törvényt? Más helyrajzi számra épült ez a cumó. Visszatérve a gyerekkorhoz, Lőrinc viszonylag hamar önállósodott, fiatalon alig 20 évesen vette el a vele egykorú Kelemen Beatrixet, aki 7 gyermekes családban nőtt fel, szintén nehéz körülmények között. Feleségével Mészáros Bicskére költözött, szerény családi házba albérletbe. A 80-as évek közepén a betonút építő vállalat bicskei telepén volt karbantartó. A szocialista infrastruktúra beruházó nagyvállalat ekkor az M1-es autópálya építésén dolgozott. A nemzetközi pályázatot a betonútépítő vállalat és pénzügyi partnere a Magyar Hitelbank nyerte meg 31 nyugat-európai ajánlattal szemben. A nemzetközi kiírások között egyébként nincs abban semmi szokatlan, hogy azt a meghirdető ország egyik vállalata nyerje el. Ebben az ügyben a nyertesek azt vállalták, hogy valamivel az Európában kialakult ár alatt 1,5 milliárd forintért építik meg a fél autópálya ma még hiányzó nyomvonalát. Rendszerek változnak, de az autópálya biznisz örök. Hősünk ekkor a hierarchia legalján még nem sejthette, hogy pár évtized és a hasonló fejlesztések nyomán róla és jaktozós haverjairól szólnak majd az ilyesfajta hírek. A Dunaszfalt tulajdonosa Szíj László, a Hódúté pedig Varga Károly. Ők pedig mindketten Mészáros Lőrinc üzlettársai a CLH Klíma Service Kft-ben, amely már szintén kapott állami megrendeléseket. A Dunaszfaltnak és a Hódútnak nem ez az egyetlen közös állami útépítése. Félig kész híd, pillértorzók, kijelölt, de le nem betonozott nyomvonal őrzi a nyomát a Bonynál a majdnem 2 éve abba hagyott M4-es autópálya építésének. Az elmúlt 2 hónapban kiderült, ennek az útnak is több szakaszát a Dunaszfalt és a Hódút építheti tovább. Összesen több mint 135 milliárd forintért. De más is történt a 80-as évek végi Bicskén, ami erősen a 2010-es évek Magyarországát idézi. Ugyanis a bicskei cég telephelye az évtized végére a menekült tábor központja lett, ami nem tetszett Nyúl István akkori tanácselnöknek. Azt is azért hadd mondjam el, hogy és ez is gond, hogy ők nem minősülnek menekültnek, hiszen turista útlevéllyel jöttek. Végül is semmit nem csinálnak, csak jönnek, mennek, presszóba mennek. Honnan van pénzük? Nem tudom, honnan szereznek pénzt.
A fiatal embereknek saját elmondásuk szerint nem tetszik nálunk. Tovább mennének, de csak valahová Európába. És ahogyan többször is mondták, a megoldást a kormánytól várják. Bicske lakossága sem négergyűlölő, de joggal fél attól, hogy valami betegség éri őket, vagy valami következmény lesz. Csak vizsgálatot szeretnénk. Egészségügyi vizsgálatot. De nem csak az akkori Propaganda TV riportere Jussz László, hanem az akkori megyei Propaganda lap, a Fejér megyei Hírlap újságírója. Zsohár Melinda is gyakorolt már Serényen 2015-re. A bicskei tanácselnök Nyúl István mesélte, miként köpte el a forintot a szeme láttára egy román menekült, mondván neki dollárt adjanak, mert a magyar állam is azt kap a genfi konvenciótól. A cikk csont nélkül ma is megjelenhetne ugyanott a megyei hírlapban, ami pár kanyar után természetesen a 10-es évekre a Mészáros Birodalomba szervült, majd innen a Fidesz propaganda alapítványába, a Kesmába. Sőt, a szerző is lehetne ugyanaz. Zsohár Melinda sokáig maradt az újságnál, később pedig, az a véletlen, magának, Mészáros Lőrincnek lett a sajtófőnöke. De ne szaladjunk előre, vannak még a rendszerváltás körül is cupákos falatkák. Mészáros a beosztott karbantartóskodás mellett háztáji agrárgazdálkodásba is belefogott, majd már csaknem krisztusi korban érte először a szerencse. A 90-es években indult az úgynevezett gázprogram, aminek keretében eldugott kis falvak is vezetékes gázhoz jutottak. Mészáros 96-ban alapított céget, időközben elhunyt, Váli társával Celsius 96 Kft. Néven, és éveken keresztül dolgoztak a gáz bevezetésén a környék családi házaiba. A Celsius alapításának évében Mészárosnak sikerült hiénáznia a helyi, alcsúdobozi központú Egyetértés Mezőgazdasági Termelőszövetkezet vagyonából is. A felszámolás alatt álló TS-ből vettek meg feleségével felesben egy több mint 1000 négyzetméteres telken álló házat a főúton. 2002-ben aztán túladtak ezen az ingatlanon. Volt más kapcsolódás is a TS felé. A felcsút SE valaha a szövetkezet klubja volt, és úgy szintén a sok változást hozó 96-os esztendőben váltott nevet. A Celsius 96 jól futott, falusi és piaci értelemben, természetesen nem úgy, mint a mostani mindent járó malmocskák, de pár milliós jobb években akár 10 milliós nagyságrendű profitra azért futotta. A fiatal pár ennek köszönhetően fogott bele a saját fészek építésébe. Szóval, bár a cégen Mészáros 2008-ban túladott, tényleg van benne igazság, hogy... Én előtte is gazdag voltam. Uram, én előtte is gazdag voltam. Sokáig úgy tűnt, akinek strómara van szüksége, keresse sem találna megfelelőbbet Mészárosnál. Lojális, nem kérdez, és nyilvános szereplésének bárdolatlansága. És ezt miből számolta ki? Matematikusan, hogy miből számolta? Ezt ki ne vicceljem. Jó indulattal szemlélve. Hát nem tartom magam oligarchának, egyszerűen dolgozom, és a munka eredménye. Már-már egy Jirzsi Menceli karaktert idéz. Mennyi váltás után fogja segíteni Orbán Viktor, hiszen sokkal vagyonosabb ember, mint ő. Miért honnért gondoljon, hogy lesz kormányváltás? Ha esetleg. Hát azt nem tudjuk. Ennyire előre nem gondolkozom. De segíteni ő? Mibe? Hát mi jó barátok. Hát persze, hogy segítem. Milyen segíteni? Ez gazdasági előnyel nem jár. Milyen előnyel? Hát nem tudom, hogy milyen előnye jár. Hát gazdasági előnye biztos nem jár, politikai előnye se jár, hát nem hiszem, hogy politikai. Hát a barátság milyen előnye jár azzal, hogy mi nagyon jó viszonyban vagyunk. Tulajdonképpen az, hogy Orbán Viktor az ön barátja, nem is jelent semmit azon túl, hogy barátja, kellemesen együtt elborozgatnak, azt hello. Hát így van. Hát ugye elborozgatunk, nagyon ritkán borozgatunk, mert nem nagyon fogyasztunk. Mit isznak? Meg én se alkot, hát inkább ásványvizet. Kinevetni, övön, gyűlölni, szinten aluli. Annyira teli találat volt a szereposztás, hogy sokáig nem is kérdezte senki, hogy tulajdonképpen miért éppen ő? Aztán, ahogy az enni szokott, evés közben megjött az étvágy. A rongyrázás bicska nyitogatóvá, a kivagyiskodás végtelenül ellenszenvessé vált. Márpedig ne szavazó legyen a talpán, aki még a kijárási tilalomra időzített maldivozása is rábólint, miszerint legalább nemzeti a nagy tőke. Innentől pedig érdemes visszanézni az időben, miért épp ő lett Orbánék élő malacperseje. Honnan a bizalom? A hír igaz. Mészáros valóban egy általános iskolába járt Orbánnal felcsúton, de a szövetség alig ha innen ered. A 18-as választások előtt egy időre leszették ugyan a tablóképeket,
alig ne a pókhálókat törölgethették sürgősen, de azóta visszakerültek. Mészáros 3 évvel fiatalabb Orbánnál, ez a korkülönbség kisiskolás korban hatalmas generációs szakadék, ráadásul a jelenlegi miniszterelnök nehezen kezelhető természete okán gyakran kényszerült iskolaváltásra. Maga Mészáros is elmondta 2011-ben, amikor ő fogadott valódi újságírókat, hogy ismerték ugyan egymást a jelenlegi és akkori miniszterelnökkel, de nem bandáztak kölökként. A labdarúgás iránti szenvedély az, ami összehozta őket, illetve a hasonló osztályhelyzet a paraszti világból is kinézett vidéki proletariátusé. Mészáros a kisgazdákban bízott kezdetben, de aztán a foci végleg összehozta Orbánnal, és így a Fidesszel. Fiatalon a helyi serdülő csapatban játszott, majd amikor már tehetősebb vállalkozó lett, ahogy azt falun illik, támogatta a csapatot, egyik ismerőse így emlékezett a korszakra a régi Origónak. A kezdetektől fogva ott volt, nem csak akkor, amikor már az NB3-ban meg az NB2-ben tényező lett a csapat. Kijárt a meccsekre, tagja volt az egyesületnek, ott került kapcsolatba az edzésekre járó Viktorral, aki, emlékezzünk, a felcsút igazolt játékosa volt 99-től regnáló miniszterelnökként is, és Mészáros természetesen 2010-ben is bejáratos volt az ismét miniszterelnöki választott Orbán Viktor öltözőjébe. A foci és a felcsút esett tehát az első komolyabb kapocs közöttük. Érdemes tehát végignézni a csapat tulajdonosi hátterének alakulását. A felcsút esett 96-ban önállósodott a felszámolás alatt álló TSZ-től. Nem sokkal később Molnár Csaba helyi képviselő lett az elnöke. Róla Ferenczi Krisztina azt írja a szüretben, hogy a képviselő testület pénzügyi bizottságának tagjaként a kezében tartja a település pénzügyeit. Molnár cége a FEMOL 97 Kft., későbbi nevén Erkord, a klub fő támogatója volt ekkoriban. Az első Orbán kormány idején a FEMOL dolgozott az M7-es autópálya bővítésén, majd egy másik megbízással, zajvédők telepítésén is. Már-már Mészárosi karrier kezdett. Ekkoriban nagyon úgy festett, a vasúti mérnök végzettségi Molnár lesz Orbán felcsúti helytartója. Valami azonban megtört közöttük, hogy pontosan micsoda, azt Molnártól már nem lehet megtudni. A Mészárossal folytatott hosszas és kíméletlen viaskodás követően az egykor reményteljes falusi erős ember 2014-ben szívelégtelenségben meghalt. A rákbetegségben időközben szintén elhunyt Ferenczi oknyomozása szerint a viták egy része az autópálya töltés-építéshez nélkülözhetetlen kavics beszállítási árával függött össze. Márpedig az közismert, hogy a dunántúli kőbányászat királya már ekkor és azóta is töretlenül idősebb Orbán Győző, a miniszterelnök apja. Ráadásul 2007-ben Molnár keresztbe feküdt annak is, hogy Orbán alapítványa hatodáron vehesse meg a falu futballpályáját. Kiásták a csatabárdot. A FEMOL pedig, amely addig sikert sikerre halmozott, komoly gondba került. Megrendelői eltünedeztek, ráadásul 214 millió forintos környezetvédelmi bírságot szabtak ki rá. Mint utóbb 2012 végén, sokadik fokon a bíróságon kiderült, jogellenesen. Amikor azonban az ítélet megsemmisítette a zöld hatóság határozatát, a cégnek már annyi volt. A levegőben lévő bírság miatt a bankok nem hiteleztek, a számlákat zárolták, jelzáló került a család vagyonára. Molnár kétségbe esett lépései, a tulajdon átírása a családtagokra, névváltoztatás, FEMOL-ból ekkor lett Erkord, ahogy ma is hívják, szóval mindez nem vezetett eredményre. A céget 2013-ban a felcsút újdonsült polgármestere vette meg. Azóta is Mészárosék a gazdák, 18 óta a Mészáros építőipari holdingon keresztül. Molnár Csaba kitúrásával tehát egyértelmű lett, hogy Mészáros Lőrinc lett felcsút helytartója. A sztori utolja te, a FEMOL Erkord jelenleg is a Mészáros Birodalom része. 2019-es árbevétele 35,5 milliárd forint volt, nyeresége meghaladta a 4 milliárdot. Molnár már a pereskedés végén panaszkodott az egészségre ügyvédjének, Helmeczi Lászlónak. Rosszul aludt, szorította a szíve, hajnaltájt rendszeresen megébredt, kikinézett egykori cége telepére, könnyes lett a szeme. 2014-ben hunyt el, Orbán nem, de Mészáros megjelent a temetésén, hatalmas koszorúval nyilvánítva részvétet. Aki szívesen borzong hasonló cégtörténeteken,
Ajánljuk, nézze újra az Orbán családról szóló két részes videónkat, abból is az idősebb Orbán Győzővel a Dunafer beszállításon összekülönbözött egykori barát Zarándok János sztoriát. Esetleg legyen még egy kis türelemmel, és velünk együtt elevenítse fel a néhai Váradi András alcsutdobozi juhász történetét. És sajnos egy szomorú hír is kapcsolódik a választáshoz, halálra gázolták Váradi Andrást, alcsutdoboz polgármester jelöltjét. Az Együtt PM támogatásával induló férfi épp plakátragasztásból tartott hazafelé, amikor a baleset történt. Váradi András, az egykori juhász arról lett ismert, hogy többször is összetűzésbe került a szomszédos Felcsút polgármesterével, Mészáros Lőrinccel. Ahogy említettük, Mészáros már akkor is Felcsút polgármestere volt, amikor rátette a kezét Molnárék cégére. Csak hogy a faluvezetői karriere sem indult zökkenők nélkül, lássuk csak az előzményeket. ...2002-ig a független Noll Zoltán irányította Felcsútot, ő maga döntött úgy, hogy nem indul újra. Jelenleg családjával irányít egy panziót, ahogy a környéken mondják róla, rugalmasan alkalmazkodó típus, vágja honnan fúj a szél. Az 1998-2002-es ciklusban Mészáros Lőrinc is képviselő volt, de ekkor még független színekben. 2002-ben viszont nem indult újra. Ebben az évben száll ringbe a polgármesterségért, és nyer Varga György, aki tűzoltóként is dolgozott, de mégis inkább vállalkozása, háztáji tehenészete, fuvaros cége révén ismerték a falubeliek. Független volt ekkoriban mindenki, a teljes képviselőtestület. Vargát 2006-ban újra megválasztották, ekkor azonban már 5-4-re vezettek a függetlenekkel szemben a fideszesek a képviselőtestületben, köztük Mészáros fivére, Mészáros János. Mészáros Lőrinc ekkor sem indult a választáson. Varga egyébként annak ellenére, hogy független volt, erősen rokon szenvezett a Fidesszel, konkrétan Orbánnal is, mégpedig annyira, hogy az egyik tusnád fürdői eventen a Felcsút Molino egyik betűjét ő maga tartotta valamikor ezekben a régi szép időkben. Tudja, hogy mikor lesz a székelyből a mai? Na mikor? Mikor mutatás lesz. De tudja még, hogy anyaországból mikor lesz székely? Na mikor? Mikor fejlesz egy székely mellé. Megjöttek a székelyek! Székelyek, itt van a... Mindemellett természetesen Varga is tagja volt a Felcsút SE elnökségének, de Molnár Csabához hasonlóan neki is megromlott 2010-re a kapcsolata a Fidesszel és magával Orbánnal, és a háborús ok is nagyjából ugyanaz volt vele, mint Molnárral. Ő volt a polgármester, amikor a falu nem adta a sportpályát gombokért az akadémiának. A hatalmat a faluban ekkor már nagyrészt Mészáros Lőrinc és a Lévai Anikó környékbeli földjeit művelő Flír János birtokolta, amint Varga 2014-ben nyilatkozta a Narancsnak. Mellettük voltam, de egy idő után nem lehetett odaférni Orbán Viktorhoz, mert mások úgy megkörnyékezték, hogy még beszélni se lehetett vele. Amit Flír János és Mészáros Lőrinc mondott, az volt az egyetlen igazság. Én 2001 óta vagyok Alcsút Felcsút Földtörzsi Közösségnek a képviselője, tehát nem ma kerültem azért a földhöz közel természetesen. Milyen közösségnek, bocsánat? Az Alcsút Felcsút Földtörzsi Közösségnek az elnöke vagyok. 2001 óta. 2001 óta. Akkor hány ezer hektár? 2001 óta. Nincs hány ezer hektárom. A bérelt területeimet tudja, szerintem azt nem kell mondani. Azon kívül van egy 100 hektár körül, nem tudom pontosan, mert sok erdőm is van, tehát, de itt van mind helyben. Tehát a vértes acsáig bezárólag. Ugye én máshol nem... Flírnek több van. Flírnek több van. Flírnek több. Miután tehát Vargát kigolyózták a nagybirtokosok klubjából, 2010-ben függetlenként indult el a polgármester választáson, és 10 szavazattal meg is verte Flír János fideszes színekben induló feleségét. Ekkor már 5 fideszes ült szemben egy független képviselővel és a szintén független Vargával, és immár a fideszesek között ott volt újra Mészáros Lőrinc is, a testvére pedig úgy szintén. De annál mégis kevés dolog lehetett kínosabb, mint hogy a Fidesz polgármester jelöltjét a diadalmas 2010-es évben éppen Orbán szívcsakrájában verjék meg. Nem a NER lenne a NER, ha nem tettek volna róla, hogy ez ne maradjon így. Az önkormányzati választások után 2010 végén a fideszes kétharmad megbuherálta az önkormányzati törvényt egy szolid módosítással, miszerint meg kell szüntetni annak a település vezetőnek a megbízatását, akinek köztartozása van. A szorgalmas adóhatóság pedig nyomban értesítette a felcsúti jegyzőt, hogy Varga 2009 óta adóhátralékkal rendelkezik,
A fideszes többségű testület ezért a független polgármestert 2011. februárjában felmentette, hiába rendezte addigra a tartozását. Varga volt egyébként az egyetlen polgármester, aki ellen megindult ez a típusú összeférhetetlenségi eljárás. Utóbb ezt a passzust ki is vették a törvényből. Talán nem véletlen, hogy az átmeneti regula Lex Vargaként vonult be a jogtörténetbe. A 2011 nyarán megtartott időközi választást végül Mészáros Lőrinc nyerte meg, aki immár a helyi Fidesz elnöke is lett. A rendszer kiépült, Orbán Viktor nyugodtan sétálhatott Felcsút utcáin. Vásárlással kezdte a napot a kormányfő, utána utazott csak el egy Felcsúthoz közeli szállóba, ahol Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi minisztert fogadta. Varga György 2014-ben még próbálkozott az országgyűlési képviselő választáson LMP-s támogatással, de 6%-ot ért csak el, miközben a győztes fideszes Tesseli Zoltán 50,5%-kal őrizte meg a mandátumát. 2018-ra pedig még javítani is tudott az eredményén, 53%-kal nyerte a körzetet. Ebbe lehet, hogy az is belejátszott, hogy Bicske egykori polgármestereként a 2015-ös menekültválságkor Nyúl István egykori tanácselnök méltó örökösének igyekezett mutatkozni. Közbiztonsági és köztisztasági problémát okoznak a menekültek Bicskén, ezt mondta két napja a város fideszes országgyűlési képviselője. Tesseli Zoltán szerint a menekültek szemetelnek, csoportosan sétálnak, és néhány besurranásos lopást is nekik tulajdonítanak. Ebben az utcában csak június hónapban 13 alkalommal volt besurranásos lopás, ami a rendőrségnek a látómezejébe került. Az áruházakban folyamatosan fognak el olyan embert, aki itt a befogadó állomáson van, a migrációs táborban van, és eltulajdonít dolgokat. A biológia földrajz szakos tanár végzettségű Tesseli önmagában is megéri rövid bemutatást, hiszen a körzet fideszes választókerületi elnökeként szuperbizalmi funkciót visel, miközben mérsékelt az országos ismertsége. Csapdiba, Tiborcz István első vő és családja szűke pátriájába való az ottani pártalap szervezet elnöke. 2002-ben, vagyis a nyomasztó választási bukással terhelt évben lépett be a pártba, ami dupla lojalitást jelez. De az sem jelentett rosszul az előmenetelében, hogy a környékbeliek szerint a Tiborcz farmon is élt albérlőként. 2008-tól 2014-ig Bicske polgármestereként pedig sokat tett azért, hogy az idősebb Orbán Győző a helyi vasútállomás rakodójába hordhassa a gántól kitermelt dolomitot, miközben a választók fuldokolhattak a porban. Jelenleg pedig a Velencei tó partjának kiárosítását, beépítését és beton fallal való körbekerítését propagálja a Pesti TV-n. Egyesek tiltakoznak az ellen, ami 2014 óta zajlik, nagyon sok-sok ember munkájával, a tervezéstől, a lebonyolításon keresztül és a munka elvégzéséig, és talán ezeknek az embereknek a nevében is érdemes visszautasítani a vádakat, hiszen nagyon szép lesz a Velencei tó. Még lehangolóbban egyszínű a kép, ha ismét ráközelítünk Felcsútra. A 2014-es önkormányzati választásokon Mészárosnak még volt két kihívója. Az LMP-s Szatmári Ildikó, aki Tesseli ellen 2018-ban országgyűlési képviselőnek is indult, illetve a balos háttérrel ringbe szálló, független biogazdálkodó, a tabajdi Horváthi Judit. 9,4 illetve 7,8%-ot értek el Mészáros 83%-a ellenében, a pár éve még független képviselő testület pedig színfideszes lett. Mészáros még 4 évig volt polgármester, 18-ban azonban mindenkit meglepett a hír. Mészáros Lőrinc befejezi a polgármesterséget, a döntésről Felcsút első embere közleményben tájékoztatta a képviselőket. Mészáros azt mondja, cégeinek irányítása mellett nem fér bele az idejébe a település ügyeinek egyengetése. Igen, valóban a teljes magyar sajtó itt a Felcsúti Polgármesteri Hivatalnál várta a leköszönő polgármestert, hiába Mészáros Lőrinc nem jött el. Az sajnálatos módon, mert ez lett volna az utolsó alkalom, ugye, hogy a sajtóképviselői kérdéseket tegyenek föl a polgármesternek, mert Mészáros Lőrinc innentől kezdve a lemondással nem lesz többet közszereplő, tehát nem lehet majd őt kérdezni, vagyonnyilatkozatot sem lesz neki kötelező leadni, tehát innentől kezdve nem lehet majd Mészáros Lőrinc gazdagodását sem ellenőrizni. A lemondás miatt kiírt időközi polgármester választáson a Fidesz és Mészáros Lőrinc jelöltje, a névrokon és fociklubos vezetőségi kolléga
Mészáros László István volt. A teljes ellenzékből egyedül a Magyar Kétfarkú Kutyapárt érezte fontosnak, hogy jelöltet állítson Felcsúton, történetesen szintén Mészáros László néven. A fideszes jelölt nyerte a Mészáros Lászlók csatáját a felcsúti polgármester választáson. A Kétfarkú Kutyapárt jelöltje hiába tömött kátyúkat, épített buszmegállót és ígért még egy stadiont a városnak, végül alulmaradt. Alulmaradt, de nem rossz eredménnyel, 11%-ot kapott. 2019-ben azonban már a kutyapártot sem vitte a svung, a fideszes Mészáros László István egymaga indult, és eként 100%-os eredményt produkált. A 6 képviselő mindegyike fideszes, egyikük Mészáros János, a testvér, ketten pedig a Fél család tagjai. Mészáros Lőrinc világra szóló gazdagodásának első lépése a környékbeli földek felvásárlása, használata volt. A Fejér megyei Etyek és Alcsútdoboz környéke. Itt kezdett földeket vásárolni Mészáros Lőrinc és családja tavaly év végén. A felcsúti polgármester már régóta készült erre. Nem vagyok oligarha. Mészáros Lőrinc még decemberben beszélt a földvásárlási terveiről a 0.hu-nak. Azt gondolom, a maga béleti konstrukció se rossz, csak az ugye nem örökké szól, hanem a szerződés tartamáig. Ezért gondolom, hogy jó az, ha meg tudja az ember vásárolni a földet. Az mindig jó. De érdemes megemlékezni róla, hogy a Mészáros klán előtt is volt nagy birtokos a környéken, méghozzá az Etyekre valósi Demján Sándor, a 2018-ban elhunyt milliárdos üzletember. Ő azonban érezhette, hogy a térségben terjeszkedni politikailag és marketing szempontból is véleményes, nem ismerte nagy dobra, ellenkezőleg. Amikor a HVG 2003-ban egyetlen Göböl járási tanácskáról tudomást szerzett és egy rövid hírben beszámolt róla, az üzletember szájnsegédje személyesen ment be a szerkesztőségbe csapkodni magát, és valótlanak nevezve a közlést, helyreigazításért követelőzni. Demjánék hisztie nyomán a Heti Lap alaposabban körülnézett a környéken, és kiderítette, az üzletembernek, neki, családjának és érdekeltségeinek Etyek és Alcsútdoboz környékén 150 részben egybefüggő hektárja volt. Hogy fért meg a két dudás egy csárdában? Bár akadnak, akik szerint volt abból konfliktus, hogy utóbb Mészáros is terjeszkedni kezdett, de sikerült a helyzetet pacifikálni a szokásos módon. Demján ellenállhatatlan készletést érzett támogatni a felcsúti labdarúgóklubot. Ismerem persze, mert támogatta az akadémiát az hosszú éveken keresztül a Demján Sándor. Nagy tisztelője vagyok ezért, mert hát azért rengeteg támogatást juttatott az akadémiára, mint magánember, úgyhogy csak becsönni tudom őt. Jóval később 2017-ben Mészáros egy jól menő, nem sokkal korábban 400 milliós állami támogatással megdobott badacsonyi borászatot is átvett Demjántól. Az ügylet részletei, úgyis mint például a vételár, vagy éppen a motiváció, amiért Demján ki szeretett a pincészetéből, amiért pedig nem sokkal korábban még rengeteg pénzt betolt, nos, nem ismeretesek. Mészáros így beszélt a kapcsolatukról Ferenczi Krisztinának az Átlátszó videójában, amiből az előbb is idéztünk. Demján úr a szomszéd, a birtok szomszéd, hát sajnálom, nekem nincs semmi. András bácsi, tehát nekem nincs semmi a Demjánnal semmilyen, hát üzleti kapcsolatom ugye eleve nincs vele, hát milyen lenne, ő egész más világban van, mint én. Demján még megélhette, ahogy Mészáros beelőzte őt, ami a gazdagember listákat illeti. Az eredeti felhalmozás idején leginkább a göböljárásiak szenvedték meg a régi vágású és a feltörekvő oligarha földszerzési versenyét. Göböl puszta nagyjából felét Mészáros, másik felét Demján használta. A helyi gazdáknak egyre kevésbé osztottak lapot. Na de hát itt most már mindent föl kell számoljunk. Itt már nem tudunk fönnmaradni. Körbe kerítve? Teljes egészében körbe vagyunk kerítve. Tehát a kiárunk sincs meg, meg ami a belső sehol nincsen területünk igazándiból. Nincs hova hajtanunk. Alig ha lesz maradása Alcsútdoboz göböljáráson annak a 31 családnak, aki az egykori józsefvőhercegi mintagazdaság területén él évtizedek óta. Előbb-utóbb nem csak a Mészáros Lőrinc által tavaly megvásárolt 11 hektáros területre érkező sok száz marha és az ezzel járó gazdálkodás útjába fognak állni. Akadtak kellemetlenségek göböljárás másik oldalán, Demján Sándor lovardája halastava környékén is.
nem tud az ember még mozdulni se tőlük. Már csak egy út van, ahol tudunk közlekedni. Az előző videón látott Váradi András juhász egy maga állt bele a Dávid kontra Góliát hadakozásba. Váradiék a Csákvári Állami Gazdaság utódától, a Csákvári Mezőgazdasági ZRT-től bérelték a Göbölpusztai földet, ahol éltek, háztáji és zöldségtermesztést is folytattak, de főképp birkákat és kecskéket tartottak, legeltettek több százat. 2011-ben Mészáros Szégyel, a Búzakarász 66 Felcsút Kft. Megvett 11 hektárt a Csákvári ZRT-től. Valószínűleg ráérzett, hogy a környékbeli állami földek haszonbérletére rövidesen kiírandó pályázaton az állattenyésztés lesz a fő szempont, mivel remek intuíciója vagy gyerekkori tehénőrzéseinek szép emlékei nyomán szarvasmarha telep kialakításába kezdett. Az új rendet, mint igazi keresztapa juttatta a Váradi tudomására. Mert a tavaly júniusban már tárgyaltunk arról, hogy ezt a területet a Mészáros Lőrinc megvásárolta. Azt mondta? Igen, ide jött hozzám és közölte, hogy ezt a területet ő megvette, és fel kell számoljam az állatállományt. Végig vitt az ő autójával, és végig megmutatta, hogy a majorral együtt ezeket a területeket ő megvásárolta. Amikor Váradék nem akartak egyik pillanatról a másikra költözködni, durvulni kezdtek az eszközök. Folyamatosan nyomás alatt voltunk mindvégig, mert azokat a területeket, amin gazdálkodtunk, illetve megtermeltük a háztartáshoz szükséges zöldséget, azt mindet tönkre tette. Aznap már hivatta a dózert és dózerolták el is, nem nézték se dinnyét, se paprikát, minden dózeroltak el. Göböljáráson pedig még a rendőrség is napi vendég volt. Olykor Mészárossal együtt, sőt, Váradi magát Orbán Viktort is felismerni vélte pár ízben, mint pszichikai erősítést. Egyik napról a másikra azt láttuk, hogy kecskefejés közben megjelent az Orbán Viktor autója, és mire kijöttünk, már további sajtót, tehát nem tárgyalt velünk senki semmit. Várjon. Birka, kecske? Tehát kecske is volt, nem csak kecskéket, birka? Kecskéket, 37 darab, nagyon jó minőségű. Tehát fejték a kecskéket? Igen. És hát jött Orbán Viktor a mikrobusszal? Nem, hanem az ő autójával. Igen? És ott megállt a Hodálytól egy olyan 15-20 méterre. Ki is szállt Orbán Viktor? Nem szállt ki, felvette egy telefont, telefonált, mire mi odaértünk, elhúzott, tovább ment. Váradi nem ijedt meg sem Orbán Viktortól, sem az aklatóktól. Gondolt egyet, ő is elindult a földről a pályázatain. Persze nem nyert semmit, ellentétben Flír Jánossal és a Búzakalász 66-tal. Az új urak lezártak mindent, így amit Váradiék még használhattak legeltetésre, azt sem tudták megközelíteni. Azaz, Mészáros tolmácsolásában. Nekem hízó marháim vannak. És azok merre? Hát azok Göbölön. Göböljárásról legeltették. Persze. És mi van a juhásszal? András megvan? Rendben van. Hát ott úgy van, hogy az András... Nem pályáztak? Az András... Nem tudom, hogy pályázott. Az Andrásnak én odaadtam, mert ugye ott nekem elég nagy területen van, és az András az pont az én birtokomon van, ahogy a birkáj, és azt én örökös használatról adtam neki, úgyhogy ja, jó viszontápolok én a Göbölön. A nagy jó viszonyban Váradék azonban arra kényszerültek, hogy állataikat eladják. Gyakorlatilag nyomorogtak. A hatóságok nem fogták a juhászpártját, jogvédelmet nem kapott sem erre, viszont perre ment a földhasználatért, ezzel gátolva Mészárost, hogy a további terjeszkedéshez jelzálókkal terhelje az ingatlanokat, a médiában pedig rendszeresen nyilatkozott a történetről. Így talált rá a politika. Az együttformáció aktivistája, az országos tanács tagja, majd polgármester jelöltje lett Alcsúdobozon 2014-ben. Az emberekkel valóban ő tud szót találni, ő az, aki megérti a problémáikat és át is éli, és hát ő az, akinek azt hiszem a példáját mindannyiunknak követni kell Magyarországon, aki egyedül képes szembe menni egy ilyen környezetben Orbán klánjával, Mészáros Lőrinccel, aki a helyi polgármester, úgyhogy Andrást egyébként gyakorlatilag minden szinten ellehetetlenítik. Hogy Váradi András milyen eredményt érhetett volna el a választásokon, arra sajnos már soha nem derülhet fény. A választás megelőző este ugyanis tragikus körülmények között elhunyt. Fekete szalagot tűztek Váradi András plakátjára, rá ma már nem szavazhattak az Alcsúddoboziak. A juhászból lett polgármester jelölt tegnap még kampányolt, plakátragasztásból tartott hazafelé a tanyájára.
Az alcsúdobozi golfklub mellett járt, amikor lecsúszott a kocsijáról a létra. Kiszállt, hogy visszategye, ekkor ütötte el a szemből jövő autó. Egy osztrák rendszámú Mercedes típusú személygépkocsi, amit egy 84-es osztrák magyar kettős állampolgár vezetett, elgázolt egy úttesten tartózkodó 50 éves alcsúdobozi lakost. Az áldozatot a mentőszolgálat kórházba szállította, ahol az ápolás ellenére életét vesztette. Váradi családja indított egy pótmagánvádas büntető eljárást a baleset okozója ellen, de utóbb jobbnak látták visszavonni a vádat. De hogyan rendeződtek át ilyen gyorsan a Felcsút környéki földviszonyok, és lett Mészáros és köre a környékbeli földek szinte kizárólagos birtokosa? A kormány 2010-es hatalomra kerülése után nem sokkal országszerte földpályázatok és árverések kiírásába kezdett azzal a jelszóval, hogy a föld a helyi gazdáknak jusson. Váradi története mutatja a beharangozott cél őszinteségét. A 2015 előtti árverésekkel az állam tartós bérletbe adta a földjeit, összesen kevesebb, mint 100 000 hektárt. Ezzel akkor sem segítettek volna sokat a családi gazdaságokon, ha valóban ez lett volna a cél. Csak hogy a földek alapvetően oligarcha kézre kerültek, a legtöbbször még azt is titkosították, hogy milyen szempontok alapján. Egyebek mellett ezért mondott le posztjáról 2012. januárjában Ángyán József, földművelési államtitkár. Kápolnásnyéki tetőfedő nádarató építési vállalkozó nyert, akinek mezőgazdasági tevékenysége korábban egy dekanem volt. Mezőgazdasági gépei nincsenek. És a helyi információk szerint, kérem cáfolják meg vagy sem, vagy a pályázó majd meg fogja cáfolni, aki nyert vagy sem, egy másik 800 hektáros gazdálkodó fogja az ő területét megművelni, mert ő képtelen arra, hogy megművelje. Mi volt a cél? Miért adtuk a kápolnásnyéki építési vállalkozónak a kajászói földet a kajászói emberek elől? Ez itt a kérdés. Hogy nem lehet megismerni, hogy ki miért nyert és miért nem nyert? Indoklás nélkül, hogy lehet kiadni egy levelet, hogy nem nyert? Jó napot! Hasonló elvek alapján került Fejér megyében például Mészárosékhoz több mint 1300 hektár alcsúddobozon, válon, óbarokon, kajászon és száron. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a titka ennek a hatalmas földszerzésnek? Tehát ez nem föld, mi az, hogy földszerzés? Hát az, hogy most már lassan 1400 hektár az önöké, a buzakolász és a családtagokon keresztül. Hát mi földbéleti pályázaton indultunk és ezen nyertünk. Tudom, de mi a titka a győzelemnek? Hát mert gondolom, titkosították, nem hát azt nem tudom, mit titkosítottak. Nézd, én azt gondolom, hogy mi egy két pályázaton ugye, elindultunk, mint versenyző, mert ugye ez is egy verseny, és hát sikerre vettünk egy-két akadályt, és ezért kötöttünk földbeleti szerződést, de hát nem tudom, hogy ebben mi a különleges. Hogy ebben mi a különleges, az például Ángyán József, aki azóta is kérlehetetlen kritikus a NER birtokpolitikájának, egyetemi ember lévén aprólékos kutató munkával mutatta ki a 2015-ben indult földprivatizációkon keresztül. A földet a gazdáknak fedő név alatt futó program már szintet emelt. Itt már nem bérbeadásról, hanem a földek eladásáról volt szó. A program keretében az állami kézben lévő 500 ezer hektár mezőgazdasági földterület 70%-át kiárulták a zsoldosoknak. Mindegy 380 ezer hektár állami föld kerül kalapács alá. Az árverések célja, hogy földhöz jutassa a magyar gazdákat és megerősítse a kis és közepes családi gazdaságokat. Hogy ez mennyire nem így történt, azt Ángyán a Greenpeace Magyarország által támogatott jelentéseiben megyénként elemezte végig. Az első Ángyán jelentés, talán nem véletlenül, a Nemzeti Föld Alap Fejér megyei pályázatait kutatta meg. A megyei termőföldek az európai átlagár tizedén, hektáronként átlagosan 1,4 millió forintért találtak gazdára, de ez persze nem a helyi gazdáknak kedvezett. A valóban helyben lakó, helyben gazdálkodó családokat a nagyobb, értékesebb birtokok közelébe sem engedték. 15 településen, köztük alcsúddobozon, helybeli egyáltalán nem jutott földhöz. A legtöbb földet sorrendben budapestiek, székesfehérváriak és, minő meglepetés, felcsúti lakcímmel rendelkezők szerezhették meg. Na de a felcsútiak mindössze kettő családot jelent. Mészáros Lőrinc és Flír János familiáját, akik összesen 2000 hektárt, a megyében összesen dobravert földek csaknem 7%-át szerezhették meg. De nyugalom jutott másoknak is, persze. Nyertek például Tiborcék,
Igen, Tiborcz István, a nővére és az apjuk. Bicskén és Mányon összesen csaknem 500 hektárt, illetve jutott a kurzus független állami autóbeszállító Porsche Hungáriát vezető Eppel János rokonságának is, akik egyébként, mit hoz a véletlen, flírékkel is szívesen üzletelnek. Ángyán József jelentéséből egyértelműen látszik tehát, hogy valójában földet a fideszes gazdáknak programról van szó, ami Mészáros Lőrincet az ország egyik legnagyobb birtokosává tette. Most, ha a Pista nyert volna, vagy a Józsi, akkor ő szemét lett volna, vagy csak én vagyok azért szemét, mert én a Mészáros Lőrinc vagyok. De akár a faluba is bárkit megkérdezhet, hogy mit mond a Mészáros Lőrincről, mert ilyet soha nem mondanának, mint amit az Ángyán mond, meg a Szabó Rebeka, meg nem tudom ki, hogy hívják őket ott fönt a parlamentben. Tehát azért mondom, nem azokkal kell engem összefésülni, amit ott mondanak a parlamentben, hanem itt, amit mondanak, ahol élek. Mert önről is ott mondanak véleményt, ahol él, mert aki más mond véleményt, tudja, mit mondok rá? Szarok rá. A helyi vélemények helyett beszélnek az elnyert földek. Az eredmény Felcsút környékén valahogy így néz ki a régi Index által összeállított térképen. A környék történelmi uraságainak, a Habsburg uralkodó családnak több száz év állt a rendelkezésére gyűjtögetni. Az Orbán-Mészáros jégtánc kettősnek néhány évtized is elegendő volt. Ezt szimbolikusan is mutatja a 60 pusztai egykori Habsburg majorság története, az a sárga négyzet a térképen, amelyet Orbán Viktor apjának egyik cége vásárolt meg, hogy aztán Mészáros Lőrinc egyik cége bérelje tőle. E fölé repültünk be drónnal 2015-ben, amikor lekapcsolt minket a rendőrség. Rendőrkapitányságtól vagyunk, de általános igazoltatást hajtunk végre. Ugye egy drónreptetésnek lehetünk itt a szemtanúi, ugye a szerkezetet pedig ugye tárgyi bizonyítási eszközként ugye lefoglaljuk. Ön most saját hatáskörében mérlegelt úgy, hogy lefoglalja a drónomat. Így van. A 4 hektáros tanyára nem csak mi voltunk kíváncsiak. Nemrégiben Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő is berepült fölé, hogy bemutassa, micsoda építkezés zajlik. Két kúria épület, illetve több ismeretlen célú föld alatti objektum készül egy évek mellett. A bérlő, emlékezzünk, Mészáros. A környékbeli földek jó része a Mészáros família érdekeltsége, de a birtokon maga Orbán Viktor is, de legalábbis a kutyája egész biztosan, előfordul olykor. Ez volt a Mészáros Lőrincet bemutató Partizán Infónk első része. Nem sokára következik a második epizód, amelyben a felcsúti döbrögi egyéb tevékenységi köreit nézzük végig. Ipari és építőipari működését, a tőzsdén és a bankpiacon való megjelenését, illetve azt, hogy mindezek révén hogyan vált szerencsés földpályázatnyertesből az ország leggazdagabb emberévé. Nagyon köszi a figyelmet, mindenképpen iratkozz a csatornára, ha még nem tetted volna meg, illetve a lehetőséged áll, akkor kérlek, hogy fizess elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtalálod a leírásban. Használd a like, illetve a dislike gombokat a véleményed kifejezéséhez, ha pedig bármilyen észrevételed, kérdésed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbinak Partizán társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ha szeretnél minket követni Instagramon, ott is megtalálsz Partizán Politika a felhasználó nevünk. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is, ciao!